Már tavaly ősszel tárgyalások kezdődtek arról, hogy ennél a forgalmas bevásárlóhelynél Tolnán meg kéne oldani a parkolás problémáját. A kivitelező a terület bérbeadását kérte a várostól, minden mást saját kivitelezésben és tervezésben készítettek el. Én azt gondolom, hogy az a rengeteg autó, ami most is itt van, és az a kulturált körülmény, ami és a biztonságos feltételekhez szükséges dolgokat is megcsinálták, tehát nem csak esztétikus és sok autó fér el, hanem egy vizes árkot építettek az út és a kerékpárút közé, így gyakorlatilag nem tud mindenki ott átmenni az úttesten, ahol kiszáll az autójából, tehát egy bizonyos helyen lehet az úttesten átmenni. Bár az eredeti elképzelések között szerepelt egy gyalogátkelő telepítése is, erre egyenlőre nem kerül sor. A kialakítás, a gyalogos forgalom terelése azonban csökkenti a baleset kockázatát. A kivitelező a lehetőségekhez képest rövid idő alatt hozta tető alá a beruházást. Nagyon nagy hiányok vannak építőanyagból, és nagyon nehezen lehet beszerezni, ettől féltünk is egy kicsit, de úgy gondolom, hogy minden sikerült. Az elkészült parkoló 35 autó befogadására alkalmas.